javul a minőség, hatékonyabb lett a kémények ellenőrzése, mióta ingyenessé vált a szolgáltatás. Ingyenes nevelőszülőképzés, térítésmentes oktatást biztosít a nyíregyházi Szent Lukács görögkatolikus gyermekvédelmi központ. Emelkedtek a nyugdíjak, az elmúlt 6 évben több intézkedést is bevezetett a kormány a nyugdíjasok támogatására. Korábban számos esetben elmaradt vagy hiányosan történt a kémények kötelező ellenőrzése, ám mióta ingyenessé vált a szolgáltatás, azóta a színvonal is javult. Ez derül ki az állami számvevőszék jelentéséből. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az ingyenesség az ellenőrzés hatékonyságát is elősegítette, ugyanis a katasztrófa védelem szakemberei olyan házakba is bejutottak, ahol korábban évekig nem járt kéményseprő, és az emberek is tudatosabban állnak az ellenőrzésekhez. Az egyre hűvösebb időjárás következtében számos helyen kapcsolták már be a fűtést otthonaikban. A fűtési szezon kezdetével a kémények ellenőrzése is elengedhetetlen a balesetek elkerülése érdekében. Ez azonban nem történt minden esetben szakszerűen, legalábbis ez derül ki az állami számvevőszék friss jelentéséből. A jelentés szerint 2013 és 2015 között a kéményseprésssel és ellenőrzéssel foglalkozó szolgáltatók több esetben hiányosan vagy egyáltalán nem értesítették a lakosságot a kémények kötelező ellenőrzéséről, az ingatlanokon a kötelező ellenőrzési feladatokat nem vagy csak hiányosan, illetve nem megfelelően dokumentálva látták el. Tavaly júliusban azonban alaposan átalakult a kéményseprés rendszere, az ország nagy részén, közel 2600 településen a katasztrófa védelem vette át a kémények ellenőrzését. Tavaly július 1-től a lakossági szektorban ugye ingyenessé vált a kéményseprés, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársait is egyre több helyre engedik be, hiszen az emberek tudatosabban élnek, felfogott érdekük az, hogy kéménytüzek vagy szénmonoxid mérgezések ne történjenek. Egyébként ugye a vegyes tüzelésű kémények esetében évente, a gáztüzelésű kémények esetében pedig 2 évente jelentkeznek a kéményseprők. Dóka Imre arra is felhívta a figyelmet, a fűtéshez csak megfelelő tüzelőanyagokat használjanak, hulladékot semmi esetre sem. Nem csak a légszennyezettséget növelik ezekkel a hulladék égetésekkel, hanem a lerakódott égéstermékek hamarabb kéménytüzek kialakulásához vezetnek. Egyébként kéménytüzek ebben az évben közel 100 esetben történtek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatban pedig 23 olyan esetünk volt, ahol 5 ember sérült meg, de hála jó Istennek halálos áldozatot ezek az események nem követeltek. A katasztrófa védelem szakemberei a balesetek elkerülése végett mindenképpen javasolják a szénmonoxid érzékelők használatát a gázzal működő vagy zárt égésterű fűtőeszközökkel felszerelt lakásokban. A fogyasztóvédelem honlapján a vásárlás előtt mindenki tájékozódhat a tiltott, illetve ajánlott készülékekről. Másfél év után most ingyenesen indít nevelőszülő képzést a nyíregyházi Szent Lukács görögkatolikus gyermekvédelmi központ. A cél, hogy a gyerekek olyan nevelőszülőkhöz kerülhessenek, akik pszichológiai szempontból is megfelelnek a kritériumoknak, és a környezeti feltételek közül is a legtöbbet tudják majd biztosítani. Másfél éve működik a nevelőszülőképzés a Szent Lukács görögkatolikus gyermekvédelmi központban Nyíregyházán. Az elsődleges cél, hogy a képzésre jelentkező nevelőszülő jelöltek megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről, ameddig szükséges. Ez változó időtartam lehet, míg vissza nem kerül a gyermek a vérszerinti szüleihez, vagy örökbe nem fogadják, esetleg önjogúvá nem válik. A 28 órás előképzést egy 32 órás felkészítés követi, így a teljes képzés 60 órát vesz igénybe. Az első csoportunk az 2016 őszén indult. Jelen pillanatban az 5. csoportot indítottuk el pont most szombaton, ami azt jelenti, hogy egy csoportban maximum 15 fő lehet. Ez a saját hálózatunkba képezzük őket. Itt a saját hálózat alatt gyakorlatilag a szeretett szolgálatnak 3 gyermekvédelmi intézménye van, egy nyíregyházi székhelyű, egy hajdulánási székhelyel és egy debreceni székhelyel. Ezen kívül képeztek már külső szervezeteknek Baktalórendházán és Encsen is, ezért egyre többen érdeklődnek a lehetőségek iránt. Ennek apropóján egy különleges akcióval készülnek. Most egy különös akciót fogunk indítani, ahol ingyenesen fogjuk képezni a nevelőszülőket, mert hogy nyilván ennek eddig is volt egy képzési díja, de most szeretnénk, hogyha
egy kicsit népszerűsítenénk ezt a tevékenységet, és úgy döntött a fenntartónk, a Szent Lukács Görög Katolikus Szeretetszolgálat, hogy egy időre egy ilyen akciót szerveznénk, ahol ingyenesen lehet nálunk jelentkezni, és a képzést mi biztosítjuk. A témáról részletesebben a hétfői 35 perc című műsorunkban láthatnak egy stúdióbeszélgetést. 23%-kal emelkedtek a nyugdíjak az elmúlt 6 évben, de a kormány több intézkedést is bevezetett az időskorúak támogatására, közölte Simon Miklós országgyűlési képviselő Újfehértón. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei településen már hosszú évek óta hagyomány a közös ünneplés. Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-ét a 60 év felettiek tiszteletére az idősek világnapjává. Közel 400-an ünnepeltek Újfehértón szombaton a Zajti Ferenc Kulturális Központban. A település vezetése hosszú évek óta megemlékezik a helyi időskorúakról. A rendezvényen elhangzott, a mai fiatalok sokat tanulhatnának a szépkorúaktól, emellett pedig hálával is tartoznak nekik az elmúlt évtizedek munkáiért. Most már mondhatom, hogy több évtizedes hagyománya van, hogy megrendezzük minden évben, és lehetőleg szeptember utolsó hétvégéjén is. Úgy néz ki, hogy az égiek is kegyesek, hiszen már 5-6 éve még az eső sem zavarja meg ezeket a rendezvényeket. Én úgy gondolom, azok az idős házaspárok, akik 50-60 vagy 65 éve együtt élnek, és természetesen mellett a többi nyugdíjas is megérdemli azt, hogy évente egyszer gondoljuk rájuk, és picit ünnepeljük meg őket, hiszen nekik köszönhetjük, amink van. A kormány az elmúlt években több intézkedést is bevezetett a nyugdíjasok támogatására, közölte a térség országgyűlési képviselője. Simon Miklós hozzátette, a rezsicsökkentéssel például egy teljes havi nyugdíjat tudnak megspórolni, a Nők 40 programban pedig 200 ezer nő mehetett nyugdíjba 40 éves munkaviszonyuk után. 2010-ben szövetséget kötöttünk, szerződést kötöttünk a nyugdíjasokkal, és az új kormány és a parlament az garantálta a nyugdíjak reálértékét. Azóta ugye 6 esztendő telt el, 23%-kal emelkedtek a nyugdíjak. Én úgy gondolom, hogy ez nagy eredmény, tekintve a korábbi időszakot, ugye amikor a szocialisták egy 13. havi nyugdíjat vettek el, ugye 2008-9 táján a nyugdíjasoktól. Ennek a fényében nagyon nagy eredménynek tartom. Az újfehértói rendezvényen külön köszöntötték az aranylakodalmukat ünneplő párokat is, akik idén ünneplik 50. házassági évfordulójukat. Hármas karambol történt vasárnap délután Nyíregyházán a Sóstói úton. Egy román rendszámú autó fékezett a zebránál, a mögötte lévő személyautó még megállt, azonban a harmadiknak már nem sikerült és belehajtott a másodikba. A követési távolság hiánya miatt jelentős kár keletkezett az autókban. Október 2-ig regisztrálhatnak az adó 1%-os felajánlásáért azok a civil szervezetek, amelyek korábban nem tették meg a NAV-nál. Ez az előfeltétele annak, hogy 2018-ban részesülhessenek az adózók felajánlásaiból. Hiánypótlásra ezután már nincs lehetőségük az érintetteknek. Október 2-ig regisztrálhatnak azok a civil szervezetek, akik 2018-ban részesülni szeretnének az 1%-os felajánlásokból. Ezek a szervezetek a 17 EGREG nevű adatlapon regisztrálhatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében egyébként 1031 szervezet jogosult arra, hogy az 1%-os felajánlásokat igénybe vegye, illetve meg is kapják. Az idén körülbelül 97 szervezet regisztrált mindeddig. Természetesen a mai napon még várjuk azoknak a szervezeteknek a regisztrációit, akik éjfélig meg akarják ezt tenni. Nagyon fontos, hogy azok a civil szervezetek regisztrálhatnak, illetve vehetik igénybe ezt a fajta adatlapot, akik 2 éve folyamatosan működnek és közhasznú tevékenységet folytatnak, valamint semmilyen politikai tevékenységet nem végeznek, tehát pártól függetlenek. Tizenkettedik alkalommal csak tiszta forrásból címmel rendezik meg Nyíregyházán és a megyében az országos könyvtári napokat. A rendezvény célja, hogy népszerűsítsék a könyvtár hagyományos szolgáltatásain kívüli lehetőségeket. Október 2-a és 8-a között ingyenes beiratkozás és amnesztia hét is várja az érdeklődőket.
Az egy héten át tartó könyvtári napok alatt a megye és a város számtalan érdekes rendezvénnyel, programmal várja az érdeklődőket. Ezek között szerepelnek író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások, gyermekfoglalkozások és vetélkedők. A rendezvényeken kívül rendkívüli nyitvatartással, ingyenes beiratkozással és amnesztia héttel várják az érdeklődőket október 2. és 8. között. A részletekről Tomaszowski Anita, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgatója beszélt. A városban 40 rendezvényt szervezünk, kiemelten odafigyelünk a belváros mellett a város külterületeire is, ugye ezzel is az esélyegyenlőséget tartva szem előtt, így a fiók könyvtárainkat idén még aktívabban kapcsoltuk be az Országos Könyvtári Napok program sorozataiba. A megyében 22 nyilvános könyvtár csatlakozott, ott összesen 94 programot szerveznek meg a kollégáink. A megyei hatókörű városi könyvtárként ellátjuk a könyvtárellátási szolgáltató rendszer keretében 177 települést, illetve több mint 330 rendezvényt rendezünk, beleértve a 27 könyvtárbusszal ellátott kis településeket is, több mint 190 író-olvasó találkozó, zenés, irodalmi programok, könyvbemutatók, interaktív könyves játékok, irodalmi vetélkedők várják az érdeklődőket. A 2017-es könyvtári napok tematikája kiváló alkalom a sokszínűség bemutatására. A könyvtárokon keresztül információk, hasznos tudásanyagok, népszerű előadások és programok jutnak el a város és a megye lakosaihoz. A rendezvény előtérbe helyezi az esélyegyenlőséget, ezáltal kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetben élők számára is. Úrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, hogy a program fontos célja az is, hogy a város külső területein élők is ugyanolyan szolgáltatásban részesüljenek, mint a Nyíregyházán élők. A könyvtárnak 177 településsel van szerződése, amely azt jelenti, hogy a KSR szolgáltatáson vagy rendszeren belül 177 helyre juttatja el azokat a szolgáltatásokat, amelyeket itt kínál a nyíregyháziaknak. Ez ugye törvényi kötelezettségük is, a város lehetőséget teremt arra, hogy különböző eszközökkel, a felhasználható forrásokkal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének és a Nyíregyházának a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is ugyanazok a minőségű szolgáltatások jussanak el mindenkihez, amelyek itt ebben a nagyvárosban, Nyíregyházán is megilleti őket. Az idei országos könyvtári napokra október 2. és 8. között várják az érdeklődőket a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár különböző helyszínein. Egy újdonság bejelentésével indul az AquaEse és az UVSE pénteki közös sajtótájékoztatója. A sportegyesület története során először lánycsapatot indít a területi bajnokság legkisebb 2007-2008-as korosztályában. A kezdeményezésben pedig a budapesti UVSE segít szakmai partnerként. Szeretnénk már a jövőt építve, előrenézve lánycsapatot építeni. Egy újdonság bejelentésével indult az AquaEse és az UVSE pénteki közös sajtótájékoztatója. A Nyíregyházi Sport Egyesület története során először lánycsapatot indít a területi bajnokság legkisebb 2007-2008-as korosztályában. A kezdeményezésben pedig a budapesti UVSE segíti szakmai partnerként. Úgy gondolom, hogy a Nyíregyházi Aqua Sport Egyesületnek a munkáját a leghitelesebb egyesület, az UVSE tudja Budapestről segíteni és koordinálni. Szakmailag, főleg egy lánycsapat építésénél, amit most tervezünk, és újdonság lesz a városban, mert aki a Magyar Kupa győztes és a Magyar Bajnok lánycsapattat koordinálja, az csak hiteles tud lenni. Nem beszél arról, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor, aki a szakmai felügyeletét adja ennek az együttműködésnek, úgy gondolom a leghitelesebb kezekbe kerülünk. A Magyar Bajnok, Magyar Kupa és Nemkupa győztes UVSE a legsikeresebb női vízilabda együttesek közé tartozik, több játékosa is a válogatott keret tagja. A budapesti klub 10 éve a Nyíregyházihoz hasonló utat járt be, így már csupán tapasztalataival is sokat segíthet az AquaEse-nek.
Ugyanakkor az UVSS szakmai támogatása is mindenképp hasznosnak ígérkezik. Alapvetően mi ezt az utat egyszer végigjártuk, tehát egy olyan segítséget tudunk nyújtani, hogy mi az a munka, amit el kell végezni, és mik azok a hibák, amiket nem kell elkövetni. Van egy nagyon erős edzői stábunk a női csapat mellett. A felnőtt csapatnak az edzője most Benczúr Márton, aki egy évekig dolgozott a női csapat mellett. A női utánpótlás nálunk az a Ács Bertalan felügyeli most, aki a női válogatottnak volt másodedzője, illetve aki az elmúlt 3 évben magyar bajnokságot, kupát nyert, az egyik legjobb női edzőnek számít, és most ismét bekapcsolta az utánpótlásnak a munkájába. Én azt gondolom, hogy az ő tapasztalatai és az ő készségük mindig segítség lehet egy újonnan induló modellnél. A női vízilabda OB1-ben jelenleg 10 csapat szerepel, ebből 2 az UVS-e ad. Ezért a jövőt a női vízilabda fejlődését is szolgálhatják a Nyíregyházihoz hasonló kezdeményezések. Ez egy olyan terület az országnak, ahol van fejlődési lehetőség, és van olyan igény is, amit a sportágunk sikerei ébresztettek föl, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb, hogy mondjuk egy új úszoda felépül, és olyan körülmények lesznek a vízilabdában, hogy ez adott is, akkor egyre több gyerek fog vízilabdázni, és hogyha időben, úgy valószínűleg a klub időben ébredt, és szeretné ezt előkészíteni, hogy amikor már megvannak a körülmények, addigra már legyen egy létező, már fölépített rendszer. A sajtótájékoztatót követően a két klub közönség találkozót is tartott, melyen a 3-szoros olimpiai bajnok, Európa és világbajnok Benedek Tibor mellett az UVS-ek 2 válogatott, Európa bajnok játékosával, Keszthelyi Ritával és Gangl Edinával is találkozhattak a résztvevők. Második hazai mérkőzését is megnyerte a Nyíregyháza Blue Sharks. Kiélezett küzdelemben Siska János együttese 85-69-re verte a Győr együttesét. A cápák pénteken a tabella élén álló Oroszlányhoz látogatnak. A tavalyi szezon 6. helyezettjét, az Agrofit Széchenyi Egyetem Győri Káci együttesét fogadta. Második hazai meccsén a Blue Sharks vasárnap a Continental Arénában. A nyíregyházi kosarasok számára nem indult túl jól az összecsapás, hiszen az első negyed végén még a vendégek vezettek. A folytatás is kiélezett küzdelmet hozott, a második negyedet követően már 38-35-ös állással mehettek pihenni a csapatok. A szünet után aztán felpörkött a nyíregyházi gárda, és Szura Attila vezetésével, magabiztos szép játékkal végül 85-69-re nyertek a cápák a Győr ellen. Siska János szerint kemény mérkőzésen van túl a csapat, de hasonlókra kell felkészülniük, éppen ezért több területen is még javulniuk kell. Minden mérkőzés ilyen lesz, ugye úgy, mint a Veszprém ellen. Ugye a Győr is azért egy erős csapat, jó játékosok játszanak benne. Folyamatosan őrültük fel őket, illetve a másik fél időben egy agresszív védekezésre váltottunk, és ezzel meg tudtuk folytani a mérkőzést. Mi mindig nem vagyunk csúcsformában, de hát ennél azért szerintem többet tud a csapat, illetve a külföldi játékosunkon mi mindig többet várok. Alsó poszton még mindig lehet fejlődni, illetve most a dobások nem mentek annyira, amire szoktak, ezen javítani kell, és ugye hát Oroszlányban mindenképp úgy megyünk oda, hogy nyerni szeretnénk. Bukic Zsolt, a Győriek edzője, elsősorban az egyéni hibákban és a koncentráció hiányában látta a vereség okát. Az első fél időben kicsit elengedtük őket, de azt gondolom, hogy a fél időre 3 pontos különbség volt, visszajöttünk a mérkőzésbe, amiben a problémát látom és ezt a vereségnek az okát, hogy a második fél nagyon rosszul kezdtük, az összes olyan 1-0-ás helyzetünket, vagy 2-1-es szituációt elhibáztuk, és ebből a Nyíregyháza nyilván kontrából gólt dobott. Egyéni hibák miatt vesztettük el ezt a mérkőzést. Elgondolom a fiúknak, nem vagyok rájuk mérges, mert ennél sokkal nagyobb tudás van bennük. Azt gondolom, hogy ha egy picivel jobban koncentrálunk a végén befejezésnél, akkor meglepetést okoztunk volna. A cápákhoz jól szállt be a fiatal Vaskó György, aki tripláival nagyban hozzájárult a csapat sikeréhez. Nagyon örültem, úgymond, hogy sok lehetőséget kaptam, és próbáltam élni a lehetőséggel, és előre is, vagyis hát megköszönöm a felnőtteknek, hogy segítettek, és próbáltak kiszolgálni, és tudták, hogy mik az erősségeim, ugye a 3 pontos dobás, és ezt jól kihasználtam, hála Istennek. A Nyíregyháza Blue Sharks 1 vereségével és 2 győzelmével a 6. helyen áll az NB1B piros csoportjában. Pénteken a bajnokságot vezető Oroszlány ellen idegenben lép pályára a nyíregyházi együttes.
Szett előnyről 3 meccslabdát rontva kapott ki Fucsovics Márton a 127 000 euró összdíjazású orleáni keménypályás férfi tenisztorna elődöntőjében. A nyíregyházi teniszező a torna 6. kiemeltjével a francia Julien Benettouval találkozott, aki 3-6, 6-3, 7-6-ra nyerte a találkozót. A vereség ellenére Fucsovics 4 helyet javított a világranglistán, és a 109-ről feljött a 105. helyre. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Korábban számos esetben elmaradt vagy hiányosan történt a kémények kötelező ellenőrzése, ám mióta ingyenessé vált a szolgáltatás, azóta a színvonal is javult. Ez derül ki az állami számvevőszék jelentéséből. Az ingyenesség az ellenőrzés hatékonyságát is elősegítette, ugyanis a katasztrófavédelem szakemberei olyan házakba is bejutottak, ahol korábban évekig nem járt kéményseprő, és a lakók is tudatosabban állnak az ellenőrzésekhez. Másfél év után most ingyenesen indít nevelőszülő képzést a nyíregyházi Szent Lukács görögkatolikus gyermekvédelmi központ. A cél, hogy a gyerekek olyan nevelőszülőkhöz kerülhessenek, akik pszichológiai szempontból is megfelelnek a kritériumoknak, és a környezeti feltételek közül is a legtöbbet tudják majd biztosítani. 23%-kal emelkedtek a nyugdíjak az elmúlt 6 évben, de a kormány több intézkedést is bevezetett az időskorúak támogatására, közölte Simon Miklós országgyűlési képviselő Újfehértón. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen már hosszú évek óta hagyománya közös ünneplés. Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-ét a 60 év felettiek tiszteletére az idősek világnapjává. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 2-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap már borult, estétől esős időre van kilátás, újra szükség lesz az esernyőkre. Északnyugat felől hideg front éri el térségünket. A késő esti órákban megnövekszik a fátyol felhőzet, de csapadékra egyelőre nem kell számítani. Reggelre helyenként megélénkül a déli szél, az elmúlt napokhoz képest enyhébb lesz a hajnal. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet, így is jól jön majd a réteges öltözködés. Holnap napközben erősen beborul az ég, a kora esti óráktól északnyugat felől egyre több felé ered majd el az eső, de napközben még nem valószínű csapadék. Az eleinte déli, majd estére északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül, délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet. Eleinte meleg, majd holnap délutántól már hidegfronti hatás várható térségünkben. A hidegfront átvonulása után a hét közepén változóan felhős időre számíthatunk, számottevő lehűlés nélkül, majd pénteken újabb hidegfront vonul át felettünk kisebb esők, záporok kíséretében. Mögötte a hétvégén, illetve a jövő hét elején igen hideg levegő érkezik fölénk, emiatt jelentősen visszaesik majd a nappali felmelegedés mértéke. Változékony marad az idő, felhős és napos időszakokra is számíthatunk, elszórtan záporok is lehetnek.